Köszöntöm a testvéreket, vendégeinket, annak különleges vendégeinket, és először is szeretettel köszöntöm Kis Zoltán krasznai lelkipásztor testvérünket, aki mai alkalommal fogja majd Isten igét hirdetni számunkra, azzal a reménységgel, hogy az Úr szól rajta keresztül hozzánk. De vannak itt más országokból is még vendégek, illetve így Zoltán testvérnek azt mondja, hogy Erdélyből, de van Romániából is egy lelkipásztor testvérünk itt. Kornya. Dániel. Ismerős ez a valahonnan. Kornya Mihály, egy parasz próféta, annak idején nagyon sokat és szertejáról rengeteg embernek hirdette az evangéliumot. Ők fognak majd először bizonyságot tenni, előbb a Kis Zoltán testvér, kértem meg, hogy mondja a megtérésének a történetét, utána milyen nagy áldás, hogy egy jó az időzítés, mert ő fogja majd tolmácsolni a testvérünknek a bizonyságtételét, hogy szintén arra kértünk meg, hogy mondja el, hogy hogyan ragadta meg őt az Úr. És vannak még máshonnan is vendégeink, jó ismertünk és ismeretlenek is. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és szeretném, ha még most meghajtanánk a fejünket is röviden. Az Úr elé állunk.